Nem kaptunk választ az égető kérdésekre. Ezzel kezdte sajtótájékoztatóját a Fidesz európai parlamenti képviselője, miután végighallgatta Jean-Claude Juncker javaslatait a menekültválság megoldására. Gál Kinga szerint az uniós tisztviselők nem a valóságról beszélnek, hiszen a valóság szerint Magyarországnak be kell tartania az Európai Unió szabályait. Nem hallottam azt az üzenetet, hogy meg kell védenünk az unió külső határait, noha ez ma lefektetett kötelességünk. Nem hallottam arról, hogy a schengeni szabályokkal továbbra is be kell tartani, pedig ez is ma kötelességünk. Úgyhogy csak arról nem hallottunk, ami ma a realitás, mondjuk a röszkei vonalon. Azt tudom erre mondani, hogy az látszik, hogy Strasbourg és Röszke között nagyon nagy a távolság. Újhelyi István szerint az Európai Bizottság elnöke egy olyan javaslattal állt elő, amely mind a 28 tagállam számára követendő. Az MSZP-EP képviselője elmondta, a Juncker tervével szembe menő országok vezéregyénisége éppen Magyarország. Lesújtó a vélemény Magyarországról, magyar kormány álláspontjáról. Éppen ezért szólítom fel Orbán Viktort, hogy ne kurucoskodjon tovább, álljon be ebbe a közös európai megoldásba. Na, hogy a dolog még izgalmasabb legyen, nem csak a magyar sajtot, de az egész világ sajtot bejárt a Kertész Imrének egy korábbi nyilatkozata, ami most aktuálissá vált, ebből idézek. Európa gyerekes és öngyilkos liberalizmusa miatt hamarosan aláhanyatlik. Európa alkotta meg Hitlert, és Hitler utána kontinensnek nincsenek érvei, kettős pont, a kapuj széleset állja az iszlám előtt, nem mernek többé beszélni fajról és vallásról, miközben az iszlám csak az idegen fajokkal és vallásokkal szembeni gyűlölet nyelvét ismeri. Mindig ez a vége, kettős pont. A civilizáció eléri azt a túltenyésztett állapotot, amikor többé már nem csak, hogy képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát, amikor látszólag értelmetlen módon a saját ellenségét imádja. Ez alá tenném, hogy tegnap egész este kerestem Oriana Fajácsi könyvét, ami a szeptember 11-e után egyébként ma 14 éve rombolták a világgazdasági központ két tornyát, meg a Pentagon. Na mindegy, a lényeg az, hogy utána Oriana Fajácsi nem sokkal a halála előtt, de a robbanás után, nem tudom, emlékeznek-e rá, egy röpiratot tett közé, egy vékony kis füzetecske volt, amiben gyakorlatilag arra hívta fel a figyelmet, hogy az ő hazáját, Olaszországot hogyan foglalják el az iszlám bevándorlók, az ő szülővárosának a gyönyörű, fantasztikus főterén hogyan táboroznak, hogy mit művelnek, hogyan dúlják szét, és abban az időben részint az elhallgatás volt, nem tudtak mit kezdeni Oriana Fajácsival, hiszen mégiscsak a 20. század egyik legnagyobb hatású újságíró, a riportere volt, és tulajdonképpen csak azt tudom mondani, elhallgatták. Magyarul is megjelent, de semmiféle társadalmi méretű vita nem volt. Nem, abszolút. Na majd nézem utána, jó? Én tegnap kerestem, nem találtam, nagyon, de nagyon kemény. És ennek most már 10 éve, hogy megjelent, és nagyon nagy csönd fogadta Oriana Fajácsi figyelmeztetését. Igen, mert nem illik bele abba, hogy ahogy illik meg szabad beszélni erről a kérdésről. És ebben szerintem Kertész Imre könnyen lehet, hogy igaza lesz, hogy ez végül egy... Bocsánat, közövágok, én egyetértek. Én is egyetértek. Tehát, hogy egy olyan sorsront, olyan pusztító kimenete lesz annak, mert hogy olyan ennek az egész megközelítésnek vannak olyan feloldhatatlan ellentétei, amivel egyszerűen ez a narratíva nem tud mit kezdeni. Az egyik kedvenc példám az antiszemitizmus kérdése, az antiszemitizmus és az iszlám kérdése. Tehát az antiszemitizmus az egy viszonylag gyakori témája az európai sajtónak, de az iszlám antiszemitizmusról, tehát hogy ez milyen formában antiszemitek ezek a közösségek, az csak nagyon óvatosan, vagy még úgysem nagyon szabad piszkálni, annak ellenére, hogy míg az európai antiszemitizmus az jellemzően egy verbális és nem tettleges antiszemitizmus, addig az adott iszlám közösségeknél ez sokszor egy cselekvő. Ugye, látjuk Franciaországban, Belgiumban, tehát amikor zsinagógák lángolnak, általában azokat nem Európában, évszázadok óta Európában született ősű emberek gyújtják fel. Menjünk körbe, Zsolt. A bejátszással kapcsolatban ugye hát nekem Újhelyi István rövid kis megszólása az fantasztikus, tehát a szavakat is szerintem előre ki tudtam volna találni, mert ezeket már annyiszor hallottuk, tehát hogy ha ugye arról beszélünk, hogy az európai
közvélemény hogyan fogadja Magyarország álláspontját ebben, és hogy egész Európa fel van rajtunk háborodva, hát ez egy vicc egyébként, mert pontosan ez a Paul Correct kánon a 68-as generációból részben professzorrá, részben politikussá, vagy mindkettővé avanzsált vélemény és vélemény és politikai vezérek valóban ütik Magyarországot, az európai közvélemény azon egészen más, hogy gondolkodik erről a kérdésről. Az európai közvélemény meglepően reálisan és az elvileg tanult embereknél sokkal reálisabban látja az iszlám veszélyét, egész egyszerűen azért, mert a hétköznapjaiban szembesül vele. Tehát ezek a politikusok a kis elefántcsont tornyaikban, ahogy ugye szoktuk mondani Magyarországon és a szalonjogvédők a rózsadomban, nem találkoznak azokkal a valós helyzetekkel, amelyekkel az utca emberek találkozik, és nincs tisztában, vagy nem is azt mondom, hogy nincsenek tisztában, mert nagyon is tisztában vannak, nem hajlandóak tudomásul venni, mert egész egyszerűen a pozícióikat rettenetes módon védik, nem hajlandóak foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy ezzel az elképesztő embertömeggel és ennek az embertömegnek a kultúrájával, még azt sem mondom, hogy kulturálatlanságával, mert az iszlám világban van egy nagyon az egy más egy jellemző, nagyon jellemző egy dolog, és hogyha bocsánat, és itt az iszlám világban nagyon jól működik, ez egy békés helyzetben mondjuk Libanonban, amikor éppen béke van, azt jelenti, hogy a libanoni vezetés az a világ minden lakója számára vállalhatatlan és elképzelhetetlen, én nagyon élveztem, ott arról van szó, hogy aki tud menni, és nagy a kocsija, és gyors, az megy, nincs elsőbség, nincs semmi, és a másik, aki nem tud olyan gyorsan menni, és kisebb a kocsi, az ezt elfogadja, és nem tud áll, és nem hőbörög ezen. Ezzel mi európaiak nem tudunk mit kezdeni ezzel a mentalitással, meg egy csomó minden mással nem tudunk mit kezdeni, és úgy tűnik, hogy nem is vagyunk hajlandóak mit kezdeni vele, hanem azokat, akik felmernek szólalni ebben a kérdésben, és a kánontól eltérő véleményeket mernek fogalmazni, azokat kirekesztjük, megbélyegezzük, ütjük. Ez András? Történik. Én, hogy legyek a naív meg a vak akkor ebben a témában, én azt gondolom, hogy ami az a tömeg, aki ide érkezik, az nem komoly. Az nem nagy számú muszlim, aki jelenleg Európába érkezik, nem nagy ahhoz képest. A saját demográfiai kohorszában sem komoly? Tehát a 20-30 éves férfiak körében sem komoly? Tehát csak ezt a rétegét nézzük. De lehet, Európának. Hogy igen, de azt is meg tudom érteni, hogy miért őket küldik előre, hogy miért ők jöjjenek, ők kezdjenek el dolgozni, ők küldjenek vissza pénzt, ők próbálják a család többi részét, én ugyanezt csinálnám, mert ugyanezt is csináltam, én mentem a családomból. Tehát ez még azt is jelenti, hogy szorzóval kell számolni jelenleg az érkezőket. Nézzük meg százalékosan az európai lakosságot és azt a tízezreket, akik ide érkeznek, nem komoly. Ez egy önállító hamis kép, amikor a teljes európai lakosságot vetjük össze, vessük össze az adott korosztályt, tehát csak 20-30 éveseket, vegyük bele a nőket is, férfiakat is, azon belül Ákos, az adott szabad mekkorát. Szimpatikus, hogy ez bevállalta. És a másik azt szeretném mondani, hogy tényleg azt gondolom, hogy helyesen cselekszik az európai, amikor ezt csinálja, még akkor is, hogyha tényleg esetleg vak, és azt mondom, hogy akkor kell, majd akkor üssünk, vagy akkor legyünk kemények, vagy erősek, amikor helyzet van. Lehet, hogy ez butaság, de én nagyon sokat voltam abban az erőpozícióban az életemben, hogy nagyon hozzám képest nagyon gyengékkel kellett foglalkozni, és sosem, vagy megpróbáltam úgy tenni, hogy jó, majd hogyha okom lesz, vagy indokom, lehet, hogy az már késő lesz, bevállaltan, akkor fogok ütni, vagy lőni, vagy ölni. És ezt akkor is tettük. És szerintem ez a szituáció most nincs itt. Én azt mondom, hogy legyünk vakok, jóhiszeműek, és majd akkor legyünk erősek, amikor erre szükség lesz. Jó. Ágnes? Én azt gondolom, hogy én nagyon óvatosan bánnék az ilyen úgymond jóslásokkal, mert ezek nagyon erős szavak. Most akár a Kertész Imre, vagy akár ezekről a kifejezésekről beszélünk. Ugye egyelőre ott tartunk, hogy nagyon sokan ott maradnak a Közel-Keleten, tehát én is egyetértek, hogy akik egyelőre ide jönnek, persze számunkra, Magyarország számára ez egy hatalmas tömeg, de ha mondjuk az európai létszámokat nézzük, azért nem olyan nagy tömegről van szó egyelőre. A másik történet pedig szerintem érdemes egy picit Magyarországról is kinéznünk, mert ugye mindig csak saját magunkkal foglalkozunk, és nem látjuk, hogy mi történik a világban. Azért szerintem a világpolitikai helyzet indokolhatja azt, hogy itt valószínűleg valami megoldást előbb-utóbb nyilván kell találni. Itt akár az oroszországi beavatkozásra lehet, vagy legalábbis valami történet, ott valami zajlik ebben a tekintetben. És ugye azt se felejtsük el, hogy ezek az emberek azért mégiscsak a pokolból jönnek. Tehát ugye itt olyan történeteket lehet hallani, amiket mi nem tudunk felfogni. Tehát mi nyilván ennél az aztán ugyanúgy el tudunk okoskodni erről, hogy milyen szörnyű az ő életük, de nem tudjuk felfogni, ebbe biztos vagyok. Csak egy pillanat még egy gondolat, hogy persze biztos jönnek fiatalok és férfiak is, meg is. 74%-ban de, a statisztikák de szerint jönnek gyerekek is. Katonaviselt emberek, elég sokan. Jönnek gyerekek is, jönnek asszonyok is, jönnek szerencsétlen sorsú emberek. Nem vagyunk
jelenleg abban a helyzetben semmi, sem ti, sem az európai közösség, hogy ezt el tudja dönteni, hiszen olyan tömegben jönnek, hogy egyszerűen képtelnek. Viszont utána nem lesz döntési helyzetben, hogyha Európa elveszti annak a kontrollját, hogy kilép be a terület, vagy az EU, legyünk pontosabbak, és fogalmazunk szűkebben, hogyha az EU elveszti a kontrollt a fölött, hogy kilép be a területére és ki nem, ez ugye már ez a szuverenitásnak az egyik definíciója, hogy ura vagy annak, hogy kik tartózkodnak az országot területén, vagy a unió területén, és kik nem. Már itt is nagyon billeg az egész, de ugye azt mondta, hogy ezek az emberek a pokolban jönnek. Csak ezek az emberek a pokolban egészen különböző szerepeket játszottak. Nagy részük nyilván áldozat volt a pokolban, de egészen biztos, hogy vannak olyanok, akik ezen az, vagy azon az oldalon harcoltak, nem feltétlenül terroristák, sorkatonák, akik vagy Assad mellett, vagy Assad ellen később lázadóként harcoltak. És ugye azért azt szerintem, hogy nagyon riasztó dolog, egy másik vitában nemrég is elmondtam ezt a példát, bocsánat, hogy ismétlem magam, hogy ha belegondolunk abba, hogy ma Magyarország területén elképzelhető, hogy a vándorlók, átvándorlók között több harci tapasztalattal rendelkező férfi van, mint a magyar honvédségben, erre azért szerintem nem kényelmes gondolni, és gondolni kell. Ugye itt egyelőre nagyon sok, csak egy gondolat még egyetlen egy, hogy nagyon sok feltételezés van ezekben. Tehát én azt gondolom, hogy nincs elegendő információnk ahhoz, hogy ilyen kijelentéseket tenni csak tudunk. A véletlen miatt tudjuk azt, hogy akit ez az operatőrnő felrúgott, az a férfi egy futballedző volt. Akit az ISIS ugye megkínzott. Igen, aki egy tüntetésen részt vett, utána megkínozták, akkor indult el a család, a feleség és azt hiszem a kislánya az egy török menekültáborban van, és azért küldték előre a két férfit, tehát a papát és a kisfiút, hogy megteremtsék a lehetőséget, utána menjenek. Na, hát, kedvencem, Gyurcsány Artás.